Na, szép jó estét mindenkinek, folytatódik az élőadás, az év utolsó élőadása, és hát mindegy, mert a legvégén egy kis év összegzést akarok majd gyorsan megtenni, de igazából pont emiatt nem is nagyon akarom szaporítani most itt a szót, hiszen Stumbleguys-szal fogjuk folytatni, nincs sok időnk, körülbelül egy óra, szűk egy óra, úgyhogy bárki jöhet játszani, hiszen ugye Stumbleguys, akkor az azt jelenti, hogy nézői játék, tehát bármikor jöhettek telefonról, Androidról, iOS-ről, illetve ugye PC-ről, tehát Steamen keresztül is elérhető a játék. Én már pörgettem is közben egy izét, hogy haladjunk itt a dolgokkal, de azt hiszem más, talán még van itt egy ilyen free spin, kettőt gyorsan kipörgetünk, és utána megyünk is tovább, szóval készüljetek, lehet majd jönni játszani, és majd a legvégén egy kis év értékelőt, de tényleg egy pár percben akarok tartani, mert utána megyek szüleimhez vacsora, aztán tévézünk, meg szilveszterezünk, stb. Hát ilyen nyugis körülmények között. Bulizni igazából nekem nagyon nincs kedvem, meg bevallom őszintén, én soha nem szerettem ezeket a szilveszteri tömegrendezvényeket, amit igazából ugyanúgy részt tud venni az ember az év bármelyik napján, csak itt most annyi a különbség, hogy kétszer annyian vannak, meg kétszer annyiba kerül, mert éjfélkor kaptok egy pohár pezsgőt még, vagy virslit, tehát így köszi nem. Ilyen házi bulik meg igazából már tök régóta nem voltak, nem hívtak úgy sehova, de nagyon igazából nincs is kedvem így tényleg. Szüleimmel tök jó ellené nézünk valami filmet, vagy kettőt, azt így el vagyunk. Jön az éjfél, kocintunk kölökpesgővel, hát ez gyönyörű szép ez a skin közben. Na és akkor utána már itt is van az új év, de remélem, hogy mindenkinek úgy telik majd az éjszakája, illetve az új éve, ahogyan azt eltervezte, vagy ahogyan. És megvan, hát ezzel úgyse fogunk menni, de mindegy. Ja. Alright. Jöjj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 j
Ups. Jaj. Jaj. Nem. Nem akarom Csabát kitiltani. Na, így. Így. Nyugi. Argentína. Nincs Magyarország, bazmeg, de én Magyarország zászlót... Jé, ez most ez hogy néz ki? Komolyan Legendary Skin Inside Out. Így, úristen, bazmeg. Legyen egy ilyen animáció. De ez... Várjál most, az animation, az hogy van? Jó, legyen egy animáció. Tehát az animation az, ami... Best of 2023 Wheel. Mondjuk a vetkik az kurva jó lehet. Ez 25... Aj, 25 euró, én nem fogok venni, ez nem... Jó legyen ez. Így. Nem tudom, ez milyen, nézzük meg, hogy... Animation. Pak! Jó van ez az, de ez nekem tetszik. Újéves, úgyni. No, ja, közben valamit unlockoltam is. Hatalmas. Na, gyerünk. Hát akkor mutatom a kódot, nem tudom, hogy ki van itt, ki nincs. Egész sokan itt vannak. Nem látom a neveket pontosan, de... Azt a... Veti offline? Ja, ezek mind offline vannak. Hát akkor szerintem itt mindegy, mutatom a izét, a kódot, akkor 176781, lehet jönni játszani. 3, 2, 1, mindegy. Opa. Ja, at least two players. Hát figyú, akkor igazából ha nem jön senki. Ha jönnétek, akkor írjatok chatre, mert igazából így most nem tudok ugye indítani játékot egyedül. Tehát egyedül nem tudok ilyen custom game-be elindulni, úgyhogy... Most akkor úgy működik a nézői játék, hogy... Hogyha szóltok, akkor... Akkor indítok partit. Hát akkor most rámegyünk a... Hogy mi ez a... Minél több koronára. Ez a pálya az egyik kedvenc. Il Grande, ott van mögöttem. Jó... Nem férek el a többiektől. Jó. Fuss, fuss, bazd meg. Újha. Jó.
Hát itt úgyis elbasszák sokan. Megvan a második hely. Easy. Igaz, én nem így akartam teljesen, mert ott a tette. Egyszerűen sikerült végigmennem már úgy a tetején, hogy ott látjátok, ott van ilyen ugróvigyó, ott az, és utána azon, és az tényleg a legrövidebb út, csak ugye ahhoz az kell, hogy itt, na mindegy, itt a közepén a gyorsító, az pont olyan ütembe gyorsítson meg, hogy nem megyek bele ebbe a jobbra-balra mozgó ilyen zöld oszlopba. Ezt kevésbé szeressük, nem baj. Nézd meg, ez hardcore kurva. Jó. Állj föl, ez az! Az hogy ütött? Bazd meg, átüt a izén! Hát ezt nem hiszem el, a kurva nénikéjét. Ez így necces lesz. Hát azok merre ugrálnak ezek? Nézd meg, oda nézd. Hát miket tudnak ezek? Jó, ott előnyt szereztünk. Ügyesek az enemék, mert láttam, hogy hogy ugráltak ott a peremen, meg ki tudja még hol, tehát tudják azért, hogy hol vannak a shortcutok. De én jobb voltam, na. Bekaphatja mind. És akkor itt van a döntő. És tök jó, hogy eddig nem használtam az ütős emótomot, hogy most meglepek majd mindenkit. Nagyon jó lesz, úgy megviccelek majd mindenkit. Igen. Látom. A kurva anyját, az arnti rohadt tetves, kibaszott banán köcsög. Na, jó van. Vigyázz. Ja, várjátok, ott volt valami, három. Ja, meg jött valami a... Mi ez? Ez mi? Az ilyen lépésnyom, vagy nem tudom, mindegy. Ploy. Én azt gondolom, hogy a holnapi streamben, így, hogy ugye a setlistet befejeztem, ugye tegnap arról volt szó, hogy ha ma délelőtt, vagy hát délután elkezdem a setlistet, ugye akkor még úgy volt, hogy ilyen 5-6-7-8 órás lesz majd a, vagy kéne, hogy legyen maga a pálya. És hogy akkor ketté osztom, tehát ma elkezdem és holnap befejezem, de így, hogy holnap nem kell már Settlers-re játszani, meg amúgy is ugye a babonát ismeritek, hogy amit az ember január 1-én csinál, ugye álltok azt fogja majd egész évben, és én most amúgy is nagyon szeretnék, jó, amúgy is nagyon szeretnék chase-ni, és ez tök jó lenne, hogyha egész évben utána igazából chase-nék. Na. Hát ez easy. Pis Olimpia! Bejöttem a második helyre. Nagyon szép volt. Vagy bocs, hogy magamat itt azért fényezem. Szerintem jó volt. Úgyhogy holnap csé lesz. Amúgy is szerintem nem jövök haza délután, hanem ilyen valamikor esti órákban. És hát ugye kedden már sajnos vártam már, hogy dolgoztassak. Munka lesz, úgyhogy nyilván ilyen sokáig akkor már holnap nem fogok streamelni. Ilyen 10-11-ig szerintem. De hazajövök ilyen 7-8-ra, és akkor szerintem egy ilyen 2-3 óra csé az így kezdésnek tök jó. Úgyhogy, ja, és ugye a mondás szerint, amit január 1-én csinál az ember, azt fogja egész évben. Én most nagyon szeretnék ráfeküdni a csére, meg úgy sok mindenre egyetek csatornával kapcsolatban, tehát a gaming területén inkább a csé. Nem figyeltem meg, hogy hol van a picsába.
Pis Olimpia, a kurva anyát, te pöcs. Nem. Szerintem ő tudja, hogy középen lesz. Nem baj, ott vagyunk mögötte a második helyen. Hát necces. Na látom, hogy szépen gyülekezünk közben YouTube-on. Úgyhogy következő körben akkor indítok megint egy ilyen, most ugye csak sima play-re mentem, mert ketten voltak az előbb itt, egy ember pedig Twitch-en, és nem akar senki se csatlakozni. Úgyhogy majd adok megint egy kódot. Ha nem jön továbbra senki, akkor vegyek tovább egyedül. De akkor a következő körben indítok egy party játékot, aztán meglátjuk, hogy valaki fog-e csatlakozni, vagy sem. No! Döntő? Ez még azt hiszem nem a döntő. Döntő? Nem tudom. De! Uff, a döntő, az meg döntő, mindent eldöntő. Jó, bazd meg, hát előttem vannak kibaszott sokan, mert faszomat. Ne! Elmész a büdös kurva anya. Jó, erre kellett volna mennem, tudom. Azt hittem, hogy arra is lehet, mondjuk erre tényleg rövidebb. Pisi Olimpia. Mondjuk próbálkozni kell, mert itt a végén ugye ez eléggé rullú útri, amit... Hát ha... Bazd meg, nem sikerült a kurva... Gyűjtöttünk ilyen rózsaszín tokeneket, vagy mi ez, lilákat, nem tudom, rózsaszín, magenta. Na, hát akkor próbálkozunk még egy party game-mel, most igazából egyel több ember van itt. Na, itt van NTL, valaki, nem látom a nevének a másik végét. Nézzük, hogy csatlakozik-e. Senki nem jön, 250, 2436. Egy 10 másodpercet várok, ha nem jön senki, akkor indítom a solo game-et. Itt van Laci Kapró! Na! Akkor csak itt van valaki a chatről, szevasz! Laci Kapró! Szerintem más már nem fog, mert eléggé kevesen vagyunk, úgyhogy üdvözlöm Lacit! Tudjátok, mi volt tök rég a izé? A hátvérzes... Jézusom, mi ez, ami kocsonya? Mellettem. A hátvérzes izé... cucc. Ez kurva rég volt. Ne toljál, bazd meg. Ja, a Laci Kapró a... Jaj! Ja, Lacika, nem kell megvárni. Elként, nyugi. Jó, hogy Lacika ilyen kis gecike. Jó, van, akkor elmész anyádba. Akkor tudod, mikor jössz te játszani. Tag baráttal. Ezt neked te. Pöcs. Lacika tényleg egy igazi pró, mert ugye ő eljátsza azt, amit általában csak a legnagyobbak szoktak, hogy ott marad egészen addig, ameddig be nem ér az utolsó előtti ember, és akkor a legvégén bemegy. Mondjuk ebben a játékban arra kell figyelni, én azt egyszer megszívtam, hogy van, amikor elindul egy visszaszámláló óra, tehát hogy mikor fog véget érni a kör, mert hogyha nem ér be ugye elég a kellő mennyiségű ember, ugye most 16 ember jut tovább, vagy játékos, de van olyan, hogy annyira bénák, vagy tele van botokkal, hogy ugye nem tudja a 16-ot elérni, és hát nyilván ugye valamikor le kell járni a
az időnek. És volt már olyan, igen, volt már olyan, hogy volt, kiírta az órát, és akkor tudtam, hogy nem sokára le fog járni, de volt olyan, hogy nem. És így, hát ott állok így a cél előtt, mondjuk, mert szórakoztam mondjuk Arnival, vagy csak így, nem tudom, én egyedül. És akkor egyszer csak tündüdüm, vége. Jó, Lacika. Hát Lacika, le vagy maradva, mint a borra való. Na gyere! Úgy, ügyesen. Úgy. Ezek szerintem mind voltak. Látszik a... Tehát nem forognak, hanem megállnak egy helybe, és így várja meg, hogy elmenjen oda. Igen. Hát sok a bot. Na jó, hát új év van már, mindenki a bulizik, családjával van, a szeretteivel, stb. Csak én vagyok az, aki itt, meg Lacika, aki itt szórakozik a még a Stumble Guys-zal élőadásban. Azt akarom megnézni, hogy van most valaki, Suzy, Stormy. Itt nem rédelem. Sőt, lehet, egy kicsit hat előtt fogom befejezni, mert a legutóbbi gameplay videókat, ugye a tegnapi mai videókat, azokat meg kell még renderelnem, illetve meg kell vágnom. És az egy kis idő lesz, úgyhogy hát ja, olyan 5-50, még egy fél órát játszunk. Az, ja, azt szerintem pontja, ez majdnem egy óra. Ajaj, elégett a Laci! Most mi a fasz? Yes! Valami történt az egeremmel, vagy nem tudom. Köszönöm szépen a követés, Tamás 0804, és hát boldog új évet így előre is. Az év utolsó streamében. Megnyertem a játékot, igen! Yes! Sőt, valamit unlockoltam is, azt hiszem. Erre a Laci mindjárt úgy, vagy a Batlepazba is kaptam értékes zöld gyémánt, sőt két zsák értékes zöld gyémántot, nagyon jó, meg itt még valamilyen missionökben is van. Rámegyünk a 100 csillagra. Igen. Valami... elfogadjuk Lacika próbára, hogy egyszer mondjuk belém ütött, de mindegy, megbocsátjuk neki. Lehet mindenkinek rossz napja, és akkor, hát ezt meg költsük erre, pörgessünk már most 4-et. Aztán utána mindjárt indítom, hogyha valaki szeretne jönni játszani, hamarosan mutatni fogom a kódot, PC-n, ugye Steam-en keresztül tudjátok letölteni, illetve indítani, tök ingyenes játék, illetve Telóról vagy Tabletről, Android, iOS-t rendszeren is elérhető, és cross-platform, tehát cross-platform, nehéz szó. Tudtok jönni, úgyhogy ha valaki szeretné jönni Lacika és mellém, akkor mindjárt látni fogjátok majd a kódot. Ó, ez jó! Na, nem pörög át az óratoronyra, vagy mi a túró az. Oké. Okay. Jó, oks. Na, gyerünk, party. Na, itt van NTL Banán.
Lacika Pro is. Lehet jönni a chatről, illetve mondom a chatnek, hogy a 75283-as kódot bepötyög be, ha valaki még nem a friend listámon van. Na, itt van még valaki. Ó, profi! Mi? Profi glitch, meg Noel glitch. Na, itt vannak a glitchek. Hatalmas nagy. Behívunk még egy valaki NTL, még közben online lett, úgyhogy ugye meghívjuk. Hát döntőt akkor már majdnem föl tudjuk tölteni, ne vicceljetek, tök jó. Na mindegy, menjen, pörögjön a játék. Üdv nektek. A szabály az igazán szabály, tehát én úgy szoktam, hogyha Arnival játszom, illetve egy-két ilyen régebbi motorossal, hogy mondjuk a döntőig alapvetően nem szivatjuk egymást, hogy próbáljuk nem szivatni. Tudom, hogy nektek 6 millió emót van, meg csúszós, rugós, ütős, nem tudom, lelövős. Nekem csak a boxolós, a sima boxolós, mert én ilyen, nem tudom, nem játszom olyan sokat. És a döntőig próbáljuk azért szerintem azt elkerülni, hogy egymást szopassuk, tehát jussunk be minél többen a döntőbe, az tök jó lenne, hogyha mondjuk a 8-ból mind az 5-en ott lennénk, és akkor utána már nyilván lehet élesre megy a dolog, de addig itt tök jó lenne, hogyha... Ehe... Jó... Én már banán már rúgdos, bazd meg, oda néz, a banán. A rúgdosósban, a kurva életben, bazd meg banán, hát ne legyél már ilyen gyöki... Mi? Többiek bejutottak szerintem. Igen, úgy látom. Kuivalainen. Kuivalainen. Ő egy finn stumble guy, stumbler. Nagyon ügyes a Xuema. Eltalálta, és utána az meg nem, édes Istenem. Ezeket rossz nézni. És van egy ilyen tök jó skinje, ez amúgy tök cuki ez a szerelő, vagy nem tudom, ez az építész. A jó munkás ember. Na, Lacika, glitchek is bejutott. Öten voltunk, ugye? Volt még valaki? Azt hiszem, öten voltunk. A kurva élet, ne! Jézusom, bazd meg, de miért? Olyankor miért nem lehet? Fúha. Látjátok, és ott vagyunk a 8-as döntőben, 5-en ott vagyunk, ez tök jó. Basztam, jó, akkor innentől ez már. Ja, hát a banán meg izével. Jó van a banán, a kurva nénikéd. Na mi van, banán? Be kellett volna menni, ahelyett, hogy itt baszogatsz. No, de hát majd simán megcsinálom azt, hogy izé, megyek egy szólót, aztán ti meg mehettek együtt, meg kiverhetitek-e, vagy mi? Na. friend requesteket már nem fogok, nem. Na jó, legyen. Szerintem így meg vagyunk öten. Ha valaki szeretne még jönni, akkor a következő körül megteheti. Majd a fönt szereplő jobb felső sorokban lévő kóddal tudjátok ezt megtenni. Még egyszer mondom, a Steam-en, Androidon, illetve iOS-en is elérhető a játék. Bocsánat, mindjárt visszajön a hangom.
Jaj. Na mi van, srácok? Haló? Ezt nem tanultátok a kis csoportban, mi? Így az öreg tech barát, így kell bejutni. Na, Xiaomi-ra meg, vagy Xiaomi-ra, az meg nem is... Jézusom, egy ugrás kellett volna szegénynek, de nem lett meg. A tech barát viszont az első. Többiek bejutottak. Réga and Ádám, jaj, de szép! Nem tudom, két kézzel az egyik fogja az egeret, a másik meg a billentyűzetet irányítja, vagy... Vagy Réka más csinál, amíg Ádám játszik, vagy nem, mi? Vagy fordítva, Ádám csinál más, amíg Réka játszik. Hát ez nem volt nehéz. Jó, bejutottak mindannyian. Nem, Laci, de, itt vagyunk. Nem. És itt van a döntő. Na, srácok, engedni kell a streamer győzni, úgyhogy... Csak erre jöttök, bazd meg. Na, kurva nénikéteket. Na, Noel glitch. Na mi újság, srácok? Mi újság? A tech barát. Meg az ész, ugye? A tudás. Igaz, hogy nem gyakoroltam sokat, mert szerintem 20-ad annyit játszom, mint ti. De meg... Mi történt? Valami megindult újra, izé. Haló? Újraindult a világításom. Volt valami, izé? Feszültség, ingadozás? Még ilyen se volt. Na. Hűha, akkor paszt megnézzük, hogy kapunk-e valamit. Kaptunk 102.024-es szemüveget. Yeah, meg... Nem tudom mit. Mit? Ja, itt. És 60-at? Na, akkor nézzük, hogy pörgessünk valamit megint. Shop. Mit tudunk venni belőle? 50-ből. Hát akkor 3-at megint el tudunk költeni. Azért nekem ez büszkeség, hogy ilyen fiatal és tapasztalt játékosokat meg tudok előzni, mint ti, úgyhogy, na, tudom, hogy most utáltok, de... azért... Ja, ez megvan már. Csak nem fordul át, bazd. Jó.
Na, menjünk tovább. Látom, ott. Van itt. Ha. Réka és Ádám. Hát Réka miatt visszaigazollak, Ádám. Nem tudom, hogy... Na, jó, nem. Profi glitchet is. Na, gyerünk. Mi ez? Party. Igen, szóval azt ki kell lépni a játékból. Most vagy nekem, vagy nektek, nem tudom, de nem látom azokat ugye online, akiket most igazoltam vissza, lehet, hogy ez van milyen bugja a játéknak. Mindegy, kóddal be tudtok lépni, aztán majd legközelebb elérhető lesz most már a... Mi? Ez hogy? Van benne egy... De ez nem lehet, hát nem lehet benne elvileg. Ó, Novice, szevasz, Bazsi, köszönöm szépen a raidet, és üdvözlöm a raidelt nézőket. Nem tudom, hogy lehet itt dupla tech barát, valaki itt szórakozik velem, vagy csak a játék tréfel meg. Hát az év utolsó játékára csöppentetek be, és körülbelül egy ilyen, hát még egy jó fél óra, negyed óra, hát nem, inkább ilyen 15-20 perc van hátra, mert utána megyek szüleimet. Köszönöm szépen a feliratkozást, Jaze YouTube-tól. Üdvözlök mindenkit. Nézőjáték van amúgy, nem csét azt holnap akarok, mert ugye a babona szerint azt mondják, hogy amit január 1-én csinál az ember, azt fogja egész évben, és most én tényleg úgy terveztem az egész évemet, hogy próbálok majd minél többet csézni, fejlődni benne, tehát edzésekre is járni, meg többet játszani, mint az elmúlt hónapokban, mert mostanában nem igazán jött ki úgy a lépés, mindig volt valami, tehát a 8. óta Szabin vagyok, és semmire nem volt kb. Időm, tehát már mint arra, amit úgy elterveztem volna. De mindegy, és holnap lesz csé, valószínű, hogy esti órákban majd. Amúgy meg addig le tudjátok tölteni Androidon, illetve iOS-en is ezt a játékot, vagy kurva anyád, anyádat, Noel Glitch, hogy vagy? Vagy ő hogy van? Remélem, hogy jól. Jó, hát az még meg lesz. Gyúrni jársz egy... Na! Mitől? Hogy? Izé, valakit meg akarsz verni az isiben? Vagy... Tetszik egy csaj, de ő csak a kigyúrt csávókat szereti, mi? Jó, nem, Knobber, az úgy hangzik helyesen, hogy Knobber lejár a konditerembe, de nem csinál semmit, mert szerintem 5 éve ugyanúgy néz ki, és nem igazán látszik rajta, hogy gyúrna. Vagy gyúr, de utána megeszik 6-szor annyi szénhidrátot. Az is benne van benne lehet a történetben. Aha, jó van, jó, oké, jön utánam a kibaszott sárkány, a kurva anyád. Gyere te sárkány, geci. Jó, azt leütöttük. Nyugi, ott a sárkány. A sárkány, ez egy kis gyökér, azt látsz? Ott látom, a szemein látom, bazd meg, hogy... Nem dőlök be, profi glitch. Aha, nem dőlök be a hájnak. Az össze azt mondja, hogy háj, aztán... Ups! Yes! Ott vagyunk a döntőben! Megkérdezte, hogy eljárunk el, én meg egyedül nem akartam, de gondoltam, hogy így... Na, hát ennyi kell hozzá, ez tök jó. Én is elkezdtem járni egy hónapja, két hónapja már így ismerősömhöz még egyenlőre át, ő ilyen, hát ő már régóta gyúr itt Csepelen, és van mindenféle eszköze otthon, és akkor ő ad nekem ilyen feladatokat, hogy először így megerősítsük így a... Hát most ugye a karácsony az nem igazán segített, de majd folytatjuk januártól, és akkor ha már úgy érzem én is, meg ő is, hogy akkor készen állunk így a feladatra, akkor háj! akkor megyünk a izébe, megyünk a terembe. Ja, tehát ő már jár terembe, csak akkor én is megyek terembe majd. Na, ezt akarom leütni, ezt a kurva anya... Úgy. Puk! Jó, ja, akkor nem. Várjál. Azt leütöm az Andrást. Andrt! Na? De nem jössz, akkor megyek én, nyugi. Sőt, tudod mit? Bevárjuk Andrist. Bevárjuk. Te vagy szarabb helyzetben, Andris. Hát kell ugrani. Ha-ha.
bazd meg! Faszom! Kellett volna átugranom arra a sorra. Na mindegy. Pörögjön tovább a játék. Én valami egyszerűs dolgok, amit találtam a neten, de a személyedző jobb lenne. Amúgy jobb, én is jártam egy jó idő... Tech Laci. Ja, hogy ő Lacika lesz. De hogy írtál Tech barátra? Hát elvileg egy izé lehet. Raktál vele egy space-t valahova? Amit nem láttam. Lacika nagyon vicces. Lacika Pro. Igen, szóval én is voltam annak idején edzővel, és nekem is amúgy leginkább azért jártam személyedzőhöz, mert... Hát a kontroll miatt, tehát nyilván a technika is fontos, meg ugye nem mindegy, hogy az ember hogyan csinálja a gyakorlatokat, tehát azért arra is oda kell figyelni, mert hogyha jó letölti netről, meg megmutatja neki valaki, de ha nem csinálja pontosan úgy, akár az még ugye balesetveszélyes vagy sérülésveszélyes lehet. A másik pedig az, hogy azért az edző egyrészt ugye egy kontroll, tehát hogy ugye látja a fejlődést, illetve előtte nagyon nem tudsz hazudozni, már csak azért sem, mert ugye komoly pénzeket kérnek el az edzők azért, tehát hogy én akihez jártam mondjuk ilyen egy órára, ilyen 4-5 rongyot így, nem tudom, az egy fél éve, egy éve volt, lehet, hogy azóta még inkább drágultak. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy edzővel jó, és már csak a lóvé miatt sem fogja az ember, bazd meg, fogja az ember ugye annyiban hagyni, illetve annyiban hagyni, tehát betartja nyilván az előírt dolgokat. A diétától kezdve, mert hát ugye nem akarja, ha más nem, akkor pénzt nem akarja kidobni. Jaj! Így. Miben mennyit mekkora súlyokkal és mire, meg mire nyomja? Ja. Én a edző leszek automatikusan. De nem leszel edző, tehát hogy, és a sztárral is amúgy vitatkoznék, de mindegy, de mindegy, Knobberre ne figyeljetek, mert ő azt gondolja magáról, hogy sztár, meg azt is, hogy izé, hogy jó képű, mindegy, tehát hogy na, meg hogy vicces. Amúgy ceremónia mester, de nem tudom, hogy hány eddig volt életében, kb. 3 esküvői, azt is gondolom a... Zaza, akkor te vagy a izé, Laci? Ja, hogy nem, hogy de nem, mert Laci nevezte, ja, Laci is átnevezte magát most Tech Lacira. Ja, te meg a Techban. De mi, raktál bele izét, space-t? Mert ugye elvileg a játék nem engedi a kétazonos nevet. De itt van ilyen név itt most, hogy Zaza? Bocs, nem láttam. Micsoda? Az mi az? Hogy? Hogy hackkelsz? Mit hackkelsz? Jort az Zaza. Tényleg, Zaza Goat. Bazd meg, és a nevében is ilyen izé van. Hogy csinálod ez? Zaza, ne. Ja, jó. Mit, izé? Tehát, hogy csalsz, vagy mit hackelsz? Ebben a játékban nem is lehet riportolni, amúgy. Amúgy. Kurva életbe, bassz! Ne! Nem ért el! Tech Lacika nyerte a játékot. Nem csinálsz partit, mert én csinálom a partit, Jugi. Az én streamem, tehát én csinálom a partit. Na, de ez tök jó amúgy, Bazsi, hogy elkezdted izé tyúrni. Én is majd tervezem, illetve hogy folytatom mindenképpen, és hát szerintem ilyen január vége fele már akkor a terepbe is lemegyünk, és ilyen jó nyára még azért nincs kitűzve az, hogy nem tudom, beach body, meg nem tudom, bikini szezon, ilyesmi, de
az azagót, jó van, megtűrünk, de na, igaz, utolsó játék, meg új év van, úgyhogy illetve új év jön. Na, NTL banán, nem akar jönni? Nem, emlőnek az NTL-es srácok. Akkor pörgessük. De igen, tehát én is nyárra azért szeretnék, mit tudom én, egy ilyen 10-15 kilót így leadni. Szerintem az amúgy reális, fél év alatt bőven, meg hát van miből, tehát az elég gyorsan megindul. És az már megadna egy ilyen, tehát ja, egy ilyen kezdőlökést, meg ugye a motivációt ahhoz, hogy akkor folytassa az ember, hogyha látja azt, hogy van is eredménye. Úgyhogy hát jó, most a karácsony ez kicsit ilyen, na Istenem, hát anyukámaikat meg kellett ugye látogatni, anyukámnak meg kellett ugye főznie. Hát most én nem tehetek róla, hogy... Messziről elkerülöm ezeket a gyerekeket, mert mindenki rugdosódik, boxol, meg nem tudom mi. Haászlé. Viszont sajátok szerintem ez az utolsó játék mára, mert utána még elköszönök gyorsan, és aztán még egy rendelést el kell indítanom, ugye az elmúlt napok játékait még nem tudtam ugye elkezdeni, és azokat fel is fogom tölteni majd. Úgyhogy a következő napokban azok is kikerülnek. Úgyhogy előre szólok, hogy ma ez, illetve nem csak ma, hanem az évnek ez az utolsó Stumble Guys, meg úgy összességében az utolsó játéka. Jaj, hogy csúszkál a kurva anyád. Csúszkáljába. Hát jön meg úgy. Jaj. Hű, az mi a fa... Pazd meg. Jön a cápa. Jó, no elglitch. Kaptad. Haha, kettőt ütöttem, yes! Jó, no elglitch is azért, törőlek a barátlistámról, hogyha itt szemétkedsz. Ja, ott a banán. No, hát az, ha jól számoltam, akkor ugye döntő, vagy jól emlékszem, igen. Döntő következik, így van. Gyerünk! Mindegy, igazából az nem is érdekel, hogy ti már mit csináltok. Úgyhogy, na, hát búcsú fog következni. Ez volt, ez tényleg ez méltó lezárása volt az évnek, meg az egész játéknak. Hú, még itt van valami Stumble Pass, valami Taunt Animation, azt nem tudom micsoda, meg még egy animation, Snake. Valami kígyó. No, fiúk, lányok. Hát még valamit azért meg akarok gyorsan itt Twitch-en osztani, illetve nyitni, mert azért arra kíváncsi vagyok, hogy összességében hogyan zártuk itt az évet. Twitch összefoglaló, így van, kezdés. Nem a nézetórák száma, összes közvetítés. Az lehet, hogy ez mindig 225? Klipek száma 66, 230 néző, De ott is 225 volt, nem? Nem tudom. No, mindegy. Meg itt vagyunk négyen Twitch-on, akkor rédelni is fogok. Szóval, hát amit igazából szeretnék kiemelni, hogy azért amellett, hogy az idei évben ugye évelején költözéssel indult, munkahelyváltással, tehát nem indult úgy az éve, hogy azért általában az ember szeretné, mármint, hogy nyilván aki szereti a költözést, meg a munkahelyváltást, az egy mazoista, meg oké. Vagy ha nyilván, hogy önszántából megy, tehát azért, mert nem tudom, nagyobb lakásba akar költözni, stb. De nekem nem emiatt kellett költöznöm, meg munkahelyet sem váltani. De aztán igazából a munkahely az bejött, lekopogom, remélem, hogy a jövő év is, tehát a 24-es év is munka szempontjából ilyen lesz. Sajnos ugye a tech tartalmakra nem igazán volt idő meg energiám, megpróbálom majd ebben az évben összeszedni jobban magam, és a sima tech barát YouTube csatornára is több, bocsánat, tech videót csinálni.
De ami a gaminget illeti, én azt gondolom, hogy abban szerintem, hát lehet, hogy most nem a minőséget akarom ezzel kihangsúlyozni, mert biztos vannak nálam sokkal ügyesebbek, meg jobbak, viccesebb emberek. Próbáltam változatos játékokkal játszani, olyan játékokkal, amikkel nem játszik általában a legtöbb ember, tehát most nem kezdek el én is EA Sports vagy EA FC 24-ezni, meg nem tudom tarkovozni. A C2 egyedül igazából az, ami ugye a több, a nagyobb körökben is ugye népszerű, és játszom. 2050-ben is az, igen, és akkor őt pedig tudom ideiglenesen mondjuk 24 órára. Így. Sőt, nem is, a Droid telefonok nem, hát így van. Őt véglegesen bannoltuk. Na, szóval, hogy azért volt gaming bőven, és lehet, hogy minőségileg nem a legkielégítőbb, mondjuk ami a nézői igényeket illeti. Én törekedtem arra, törekedtem változásokra. Szerintem a jövő évben igyekszem majd még a streamekbe is, illetve tévvégére akartam, de az most már egy át fog csúszni a jövő évre. Lesz a streamekben mindenképpen változás, mármint így a megjelenést illetően ugye nemrég volt az, amikor megvettem az Elgato facecamomat, ugye akkor változott meg egy kicsit. Lehet, hogy ez még valahogy a színvilága, valami még így egy picit majd variálódni fog, de alapvetően ez a megjelenés most szerintem egy darabig nem, viszont egy-két dolgot én terveztem még majd pluszba belerakni a... Oké, akkor őt is. Semmi gond, tehát tudom. Én bírom. És ami viszont azt illeti, hogy hány stream volt, ugye látom magam előtt, 225, ami azt jelenti, hogy hát igazából az évnek majdnem a kétharmadát végig streameltem. Ami szerintem azért nem rossz, annak, hogy amellett, hogy ugye ezt én nem főállásban csinálom, de nagyon szeretem csinálni, és remélem, hogy ti is élveztétek, és jövő évben is csatlakoztok majd, és minél többen leszünk, vagy hát legalábbis ti minimum itt lesztek, és ha tudjátok, akkor majd terjesszétek az igét, hívjatok embereket, és mert ugye vannak nézőjátékok, lesznek jövőre is mindenképpen nézőjátékok, és hát új játékok is, illetve olyan játékok, amik vagy azért, mert ha új, akkor mert nekem mondjuk tetszik, tehát ha kijön mondjuk a Sniper Elite 6, akkor nyilván azzal fogok játszani, vagy egy új Tomb Raider, de csak azért, mert valami éppen kijön, és nagyon hype-olja az egész gamer világ, én azért azzal nem fogok játszani, ezt talán már ugye a régebbi nézők ismerhetik, vagy tudhatják. Szavazások útján lesz majd a legtöbb játék eldöntve, tehát hogyha valamelyik játékot befejezem, vagy egy sorozatot, ugye most a Settlers az még eléggé sokáig fog tartani, de ha például azt, hogy akár a Tomb Raider sorozatot befejezem, akkor utána a techbarat.hu weboldalon mindig lesz majd egy szavazás, és ti tudjátok majd eldönteni, hogy a soron következő játék mi legyen majd azután, amelyiket ugye befejeztem. No. Úgyhogy, és ráadásul még emellett ugye az idei évben beindult az eSport 1-es karrierem is, mondjuk így, és szerintem én erre nagyon büszke vagyok, és örülök amúgy, meg hálás vagyok minden eSport 1-es kollégának, a kasztereknek, zombiéknak, rehabnak, tehát az okításért, de a többieknek is, akik a háttérben dolgoznak, hogy segítették a munkámat, az idei végére már azt is elmondhatom, hogy egy döntő tudtam, a Digital Warriors-nak a döntőjét tudtam közvetíteni, sőt, igazából egy egész napot letoltam, a negyedöntő, eredöntő döntőt, ugye a helyszínén, mármint hogy élőben a Gamerland-ből. Nekem ez egy hatalmas nagy élmény volt, és hát remélem, hogy a következő év is eSport egyes szempontból is hasonlóképpen fog folytatódni, és hát ne felejtsük el, hogy zombiék is komolyabb szintet fognak ugrani, hiszen SEA mérkőzést fognak majd játszani, most már a main kategóriában, és majd hát ők is készülnek meglepetésekkel, tehát a streamek is egy kicsit talán még egy szintet fognak lépni, igyekszem majd, hogy minél hát olyan eSport egyesebb, meg olyan ESL-esebb legyen az egész, tehát ilyen profi megjelenése legyen, és ők is oda fogják magukat tenni, egy-két olyan dolgot már megosztott velem Zsombi, ami azért így a profivá válásnak az útját mutatja, illetve annak a jeleit fogja elővetíteni, úgyhogy én nagyon várom a 2024-es évet, remélem, hogy ti is. Lesznek apró változások, de alapvetően szerintem minden úgy fog tovább menni, tehát holnap is föl kell a nap, ahogy szokták volt mondani, úgyhogy a holnapi naptól már 2024-ben, a holnap este csével fogok várni mindenkit, már csak azért is, mert ugye szeretnék majd a jövő évben sok csét is csinálni. Úgyhogy ennyi volt az idei évre a techbarát és a techbarát streamek, meg úgy unblock belőlem, meg minden. Én nagyon örülök, hogy itt voltatok, még Knobbernak is amúgy, a Stream Elementsnek is amúgy köszönöm a botnak, hogy itt volt, és végig volt velem minden alkalommal itt a cseten, nagyon nem. De tényleg mindenkinek, most neveket nem kezdek el felsorolni, nagyon hálás vagyok nektek, és az, hogy a Twitch vagy feliratkozóim száma az megduplázódott ebben az évben, tehát csomó tök nagy nézőszámú raidem volt,
amire szintén büszke vagyok, hogy olyan emberek rédeltek be, akiket én csak így, így nézek, ilyen Kodiak, Fekete Miki például, vagy de talán Suzy is volt, vagy Black Letty, akikről nem is gondoltam volna, hogy ők, hogy ők megtalálnak engem. Úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik is, és az általuk szerzett új feliratkozóknak, meg tényleg mindenkinek, mert hát nyilván nélkületek nem lennék én sem, illetve lennék, mert valamikor el kellett kezdeni, és akkor nem is nagyon volt nézőm, és akkor is csináltam, mert abban hittem, hogy előbb-utóbb majd azért valakinek csak megtetszik, amit csinálok. Úgyhogy én igyekszem majd a jövő évben is, kicsit a tech tartalmakra próbálok majd jobban ráfeküdni, hogy a Sima Tech Barát YouTube csatornán is legyenek különböző minőségi tesztvideók tech kütyükről. Hát a gaming az meg fog tovább pörögni. Úgyhogy köszönöm még egyszer mindenkinek a figyelmet, megnézem, hogy raidelni tudok-e. Hát Stormy az átmegyünk, most Counter-Strike-ol, úgyhogy így még az évben egy utolsót raidelek. Nektek pedig boldog új évet kívánok, egyetek, igyatok sokat, bulizzatok még a családotokkal, szeretteitekkel, kivel szeretne, és hát jövőre, azaz holnap találkozunk esti órákban valamikor ilyen 7-8 óra magasságában, C2-ben fogunk játszani. Na, megyek én is kicsit pihenni, meg családozni, és akkor holnap pedig 2024-ben folyt köv, Stormyhoz pedig megyünk, úgyhogy szevasztok!